A Szomódi lőtéren végezték el annak a két Leopard 2A4 HU harckocsinak a belövését, amelyek két nappal korábban érkeztek meg a tatai Klapka György lövészdandárhoz. A kiképzési foglalkozást Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes is megtekintette. A miniszterhelyettes először az alakulatnál rendszeresített harceszközök statikus bemutatóját tekintette meg, később úgynevezett külsőpontos indítással maga végezte el az egyik Leopard belövését. A dandárhoz folyamatosan beérkezett Leopard 2A4-es harckocsik november 23-a óta gyakorlatoznak a dandár Szomódi lőterén. A kiképzési foglalkozáson 16 tiszt és altiszt vett részt, akik a parancsnoki és vezetési ismeretek elsajátítása mellett egyéni lőgyakorlatokat is végrehajtottak, nappali és éjszakai körülmények között. November 23-án hétfőn megkezdtük az új Leopard 2A4-es HU harckocsiknak a belövését. Ez egy technológiai előírás a gyár részéről. Majd ezt követően egyéni lőgyakorlatokat hajtottunk végre, először géppuskával, majd pedig ágyúval. Ezek a harckocsik felújításon estek át a gyárban. Ilyenkor szétszerelik az ágyújukat, és a különböző alkatrészeknek a cseréjét követően újra összeszerelik ezeket a harckocsi ágyukat, és elő van írva, hogy az első lövés csak úgy lehet leadni, hogy úgynevezett külső pontos indítással történik az ágyú elsütése. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett 12 darab Leopard 2A4-es mérföldkő a Magyar Honvédség életében. A T-72-es technika közel 40 éves, így időszerű, hogy új, korszerű típus váltsa fel. A 2A4 Leopardok kiképző harceszközök, amelyek elsődlegesen a típus jellegzetességeinek megismerését, a magyar katonák átképzését szolgálja a 2023-tól érkező Leopard 2A7 típusra, amely a világ egyik legmodernebb harckocsijának számít.